Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindenkorban. Olvasmány Mózes első könyvéből. A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak. Íme szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van. A madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijön a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet. Aztán így szólt az Isten. A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek lévő minden élőlény között, minden nemzedékre, ez lesz a jele. Szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld feletti felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékeztem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek, meg minden élőlény között és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt ez pusztítson. Ez az Isten igéje. Szeretett testvéreim, a mai vasárnapon ez az egészen rövid kis evangéliumi szakasz, ami Szent Mártól meg van határozva, tulajdonképpen három fontos gondolat köré épül. Illetve hát három fontos gondolaton tudunk elmélkedni ezzel az evangéliumi szakasszal kapcsolatban. Az első az tulajdonképpen maga a kísértés, ami nyilván minden ember életében megjelenő kérdésként szerepel, a 21. század ember életében épp úgy, mint Ádám és Éva életében, ahogyan megjelent. A második az a hit, amire felszólít minket Jézus, higgyetek. A harmadik pedig, ami a mai vasárnapon tulajdonképpen elhagyhatatlan gondolat, ez a bűnbánat, nagybőjt első vasárnapján. Hát én akkor ebben a sorrendben így végig mennék ezen a három gondolaton. Nem kell megijedni, azért nem lesz annyira hosszú, nem három nagy fejezetről van szó, de mégis egy kicsit majd érintjük ezeket a kérdéseket. A kísértés, ugye Jézust a lélek kivezeti a pusztában. Itt ugye Jánost elfogják, és utána megy ki, de ezt a pusztába való kiraggatatás, olyan a fordítások néhol hangzanak,
lélek általi kivezetést, ezt megelőzi a keresztség. A Jordán vizében, amikor Jánosán megkeresztelkedik, és a Szent Lélek, ugye ugyanaz a lélek, amelyik a puszába ragadja, megjelenik, és kinyilvánítja a szeretett fiúságot. És hogy miért érdekes ez a mi szempontunkból, emberek szempontjából? Talán azért, mert megérezhetjük azt, hogy Jézus az egész emberi életen végig szeretett volna menni. Mindenestül. Keresség és a megkísértés is épp úgy része volt az ő életének, mint olyan része a mi életünknek, az emberek életének. Tehát a pusztába vándorol ki, és talán érdekes kép, hogyha ezt a pusztát úgy tekintjük, mint az emberi léleknek a sivatagját, a pusztaságát, amikor éppen elvész az emberi lélekből a hit. Amikor éppen távol vagyunk Istentől. És ott valahogyan mégiscsak meg kellene tudnunk ragadni az Isten jelenlétét, és éppen meg kellene tudni fogni, és már annyiszor elmélkedtünk el, hogy milyen nehéz ez a lélek pusztaságában, a sivatagban megragadni az Istent. És ebben az állapotban, ebben az emberi állapotban jön el egyébként, amikor távolabb kerülünk Istentől, a kísértés. Amikor megkísért minket. És mi is ez a kísértés? Néhány évvel ezelőtt az Evangélium című műsorban, nagyszerű műsor volt, Kocsi György atya és Martos Balázs Levente atya elmélkedett erről a kérdésről. Mind a ketten tanáraim voltak, biblikumot tanítottak hol itt, hol ott. És nagyon, nagyon izgalmasan fogalmazta meg a Balázs atya, azt mondja, hogy ugye hát az írások szerint, hogyha követjük ezt a kísértés szót, akkor ez tulajdonképpen több helyütt, a legtöbb helyen, mint próbatétel jelenik meg az ember életében. Próbára vagyunk téve, hogy vajon elég szilárdak vagyunk-e, elég jók vagyunk-e ahhoz, hogy Isten gyermekei lehessünk. Próbatétel. Gondoljunk a kísértése mindig így. És Kocsi György atya hozott egy csodálatos hasonlatot, ami úgy hangzott, hogy amikor megépítik a hidat, a kiváló hidat, ami összeköti a két partot, mindig mielőtt átadják a forgalomnak, megterhelik, próbára teszik, iszonyatos súlyokat raknak rá, hogy kibírja-e, hogy a funkciójának majd aztán később jól megfeleljen. És annyira szép ez a kép, hogy az ember is valahogy így van, hogy az Isten próbára teszi, vagy hagyja, hogy próbára legyen téve, többször az élete folyamán, és ez a próba ez arról szól, hogy vajon aztán később meg fogunk-e felelni. Mert ha a nagy terhe és a nagy próbát kibírjuk, majd a kicsiben is helyt fogunk tudni állni. Tehát a kísértésre valahogy így érdemes tekinteni. Neves teológus egyébként, Lófik, azt mondja, hogy amikor a mi atyánkot elmélkedi végig egy írásában, hogy tulajdonképpen a mi atyánk van, és ne vigy minket kísértésben, ezt is érdemes lenne talán úgy értelmeznünk, hogy ne tégy minket próbára. Szabad, ments meg minket a próbatételtől. Szóval ez a kísértés. És ott van Jézus a pusztában, és őt is megkísérti a sátán. Próbára teszi. Márk evangélista nem írja le részletesen, hogy mi ez a kísértés. De tudjuk, Máté leírja, másik nagy evangélista, hogy három kísértésről van szó. Ugye emlékszünk rá, a követ változtass kenyérré, menj a templom tornyába, vesd le magad, majd az Isten angyalai megkímélnek, majd megóvnak, és a világ minden vagyonát felkiállja, ez a harmadik kísértés. És Jézus nemet mond. És nekünk is ez a feladatunk, mert ugyanis a kísértésben, aki igent mond, az eltávolodik Istentől, és aki a kísértő mellé, a kísértésben igent mond a rosszra, a bűnre, nagyon sok kísértés van a mai világban is, pénz, gazdagság, hírnév, lehetne sorolni. Az ember az úgy gondolja, hogy önmaga képes megoldani az életét. Ugye mennyire a mai világnak, az individualizmusnak mennyire jellegzetesség, ez majd én, egyedül én.
és képes önmagát megváltani. Nem, az ember nem képes önmagát megváltani. Kell Isten kegyelme és irgalma. És itt nézzük meg, a tanítása elején Jézus kísértésnek van kitéve, nyilvános működése előtt vagyunk a pusztában, és ugorjunk egy nagyot a Golgotára, a kereszten, amikor megint csak jön a kísértés. Ha Isten fia vagy, mentsd meg magad, megteheted. Individuális, képes vagy magad is megmenteni magad, mentsd meg magad. De Jézus nem azt nézi, ami neki jó lenne, hanem ami az atyának jó. És ez az embernek is a feladata. Aztán itt a hit kérdése, hogy azt mondja, higgyetek, betelt az idő, közel van az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Az ember hajlamos a hitet valamiféle ilyen homályos térbe helyezni. Azt mondja, hogy azért van kell a hit, mert nincs tudás. Na, a tudáson akkor tudnám, nem hinném. De a keresztény ember ez másképp van. Az egy nem jó hit, amikor csak azért hiszek, mert elhiszek valamit. A keresztény embernek a hite mögött ott van a meggyőződés. Isten létezésére. A keresztény ember már ebben a világban felfedezte Isten munkájának kezenyomát. Már látja Isten létezésének a bizonyítékait, és ezért hiszi, hogy létezik Isten. És látjuk az evangéliumot, látjuk az örömhírt, és ezért hisszük, hogy van Isten, van irgalmas Istenünk. És Jézus is erre hívja fel a figyelmet. Közel az idő. És ebből a közel az időből jön aztán a harmadik gondolatunk, a bűnbánat gondolata. Ugye a héten volt hamvazó szerda, és jelképesen mi is hamvazó szerdán megszórtuk hamuval a fejünket. És most a liturgiánk végén is ez fog történni. Ide fogtok járulni, és meg fogom szórni hamuval a fejeteket, jelképezve azt, hogy rájön az ember arra, hogy a kísértő győzni tudott az életében, bűnt követett el, bűnösé vált, de irgalmas az Isten, és megirgalmaz, megkegyelmez, de ehhez szükséges felismerni a hibát, a bűnt, és szükséges megbánni, és megvallani azt, hogy gyenge voltam. Bűnt követtem el, vétkeztem ellened, atyám. És ez megtörténik, és ezt jelképesen nagybőjt kezdetén meghintik a keresztények fejüket hamuval, hogy jelképezzék a bűnbánatot. Szeretett testvéreim, tehát ez a három gondolat, a kísértés gondolata, ami jelen van az életünkben, de Jézus is meg lett kísértve, és ellen tudott állni. A hit gondolata, hogy mi is a keresztény hit, az nem valami babona, nem valami tudatlanságból fakadó hiszékenység, hanem igenis meggyőződésen alapuló hitről van szó, és a bűnbánat gondolata kísérjen benneteket egy nagybőjt első vasárnapján és az első hetekben, hogy aztán tényleg igazán megnyílt lélekkel tudjunk mi Istenünk felé fordulni húsvétkor. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, nem kívánod a bűnös halált, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Hallgass meg teljesen könyörgésünket, és irgalmas jóságodban áld meg ezt a hangot, amelyet fejünkre vittünk. Ezzel elismerjük, hogy kor vagyunk, és korba térünk vissza. Add, hogy a nagy bűnt jól cselekedhetnénk, buzgódj gyakorlóan.